A 6 arany, 7 ezüst, 7 bronz mellett volt 10 negyedik helyünk, 9 ötödik helyünk és 3 hatodik helyünk, és ez összesen 156 olimpiai pontot jelent. Ez még az atlantai 151-et is meghaladja. 9 sportágban sikerült érmet szereznünk, és 12 sportágban sikerült beférni az első 6 helyezést elérő pozícióba. Kedves nézőink, üdvözlöm Önöket a Ma Hét Média Család Szurkoló című műsorában, amelyben ezúttal az olimpiai játékokról beszélünk, Tokió 2020-2021-ben. Vasárnap befejeződtek az olimpiai küzdelmek, és most két kollégámra, Kollég Zsoltra és Somogyi Szilárdra nézek, akiket üdvözlök itt a stúdióban. 6 magyar arany született, összesen 20 érem. Zsolt, mit gondolsz? Ez az, amit vártunk, ennél többet vártunk, vagy csalódottak lehetünk, vagy örüljünk. Ugye van egy olyan alapvetés, hogy a magyar közvélemény akkor elégedett, hogyha minél több aranyérem születik. Innen nézve lehet, hogy néhányan csalódásként élték meg, hogy az utóbbi időszak olimpiai sikeresebbek voltak. Az egy pekingi kivételével összesen 3 aranyat sikerült nyerni, általában 7-8 arany termés volt. De azt is látni kell, hogy ez az olimpia viszont az utóbbi 25 évben, az 1996-os atlantai olimpia óta a legtöbb érmet hozta. Tehát azt lehet látni, hogy a magyar sport merítése nagyon széles. Én inkább afelé hajlok, hogy ez egy siker, mégpedig nem is kicsi siker, mert ha nem csak az érmeket nézzük, akkor a helyezések tekintetében pedig még Atlantánál is jobban szerepeltünk. Bár igazából nem fogadják el a pontversenyt, ez egy nem hivatalos pontverseny, az első 6 helyezésnél számolják a pontokat. Azt is látnunk kell, hogy a 6 arany, 7 ezüst, 7 bronz mellett volt 10 negyedik helyünk, 9 ötödik helyünk és 3 hatodik helyünk, és ez összesen 156 olimpiai pontot jelent. Ez még az atlantai 151-et is meghaladja. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez elég érv amellett, hogy ez egy siker, és még egy mondat, 9 sportágban sikerült érmet szereznünk, és 12 sportágban sikerült beférni az első 6 helyezést elérő pozícióba, és voltak olyan eredményeink, amik történelmi eredmények. Kerékpárban negyedik hely, soha korábban ilyen jó szereplés olimpián nem volt ebben a sportágban. Vitorlázásban a dobogó második fokára sikerült felállni Berett Zsombornak. Legutóbb Moszkvában sikerült érmet nyerni egyáltalán ebben a sportágban, akkor egy bronzérmet. Ez is egy történelmi szereplés, és ne felejtkezzünk meg arról se, hogy triatlonban pedig egy 7. hely, ami ugyan elvileg nem pontszerző, de jelzi azt, hogy itt is van lehetőség a jövőre nézve, és a triatlon az egyik olyan sport, ami a jövő sportja az olimpiák tekintetében. Ugye mindig ilyen vád éri a magyar sportolókat, hogy viszonylag kevésbé nézett sportokban vagyunk sikeresek, ilyen a vívás is, és a kajakkenu is, és hát sajnálatos módon az atlétikában ez a kudarc része talán, vagy a csalódás része, nem sikerült még pontszerző helyet sem elérnünk, Halász Bence kalapácsvetőtől vártunk igazán jobb szereplést, de azt gondolom, hogy összességében, hogy ne tartsam magamnál sokat a szót, számomra ez egy sikeres szereplés volt. Szilárd. Én még meg vagyok lepődve ezen a kérdés feltevésén, hogy csalódása vajon, illetve ne haragudj Zsolt, hogy azt mondod, hogy arra felé hajlok, hogy ez sikernek el lehet elkönyvelni. Hát nézzük meg azért a hasonló országokat, hasonló adottságokkal rendelkező országokat, akár a szomszédos országokat. Ugye, tehát például mondjuk Ausztriát, vagy Csehországot, aki azt lehet mondani, hogy gazdaság szempontjából a világ legfejlettebb országai közé tartoznak. Tehát hol vannak attól, amit Magyarország elért? Igazából méretben csak egy Hollandia, aki előbbre van egy ilyen, ezekből a kisebb országból, az első 10-ben van. De Hollandia 15 milliós, 16-17 milliós. Tehát, hogy aranyérmek számából esetleg próbálunk kivetíteni, hogy melyik sába, hogy a csalódotta már sikeresnek tűnő, vagy már sikeres olimpia. Ez néha olyan fuvallatokon múlik, hát itt épp a beszélgetés előtt ugye megemlítettük még mi Olasz Annát a 10 kilométeren, ugye, tehát 4 másodperc volt a különbség az első és a negyedik helyen az úszásba. Tehát, hogy ezek olyan számot sem tevő különbségek, hogy az a versenyző ennyi erővel akár érmes is lehetett volna, és akkor már megváltozik a véleményünk arról, hogy Magyarország... Ez is egy érdekes dolog, mert ugye Zsolt mondta, hogy 10 negyedik hely. Talán ez a legfájóbb a szurkolónak, hogy ennyiszer
Nagyon kicsi múlott, ahogy említette, az az ére. De nézzük, hogy milyen számokat használunk, ugye 10 negyedik hely, tehát az a 10 negyedik hely akár lehetett volna újabb plusz 7 arany, és akkor ugye azt mondjuk, hogy soha nem látott magasságokba emelkedett a magyar csapatnak a sikeressége. Tehát én mindenképpen határozottan, mindenféle kérdőjelek nélkül mondanám azt, hogy ez egy nagyon sikeres olimpia volt, azt mondanám, hogy ez is egy nagyon sikeres olimpia volt, mindenféle viszonyítások alapján azt, amit akár a magyar nemzet, akár a magyar ország, illetve pedig a sportpaletta Magyarországon, ami teljesít most már mondjuk az évszázad, tehát évtizedek óta, az egy folyamatos sikertörténet. Én maximálisan egyetértek veled, Szilárd, de mégis azért érzékeljük azt a közvéleményben, hogy az aranyérmek számától várjuk ugye egy-egy olimpia megítélését. Én ezzel nagyon nem értek egyet, el is mondtam, hogy miért. Annyira széles a magyar sport merítése. Csak ismételni tudom, 12 sportágban vagyunk ott a legjobb 6 között, 9-ben érmet szerzünk. Ezt csak tényleg a sport nagyhatalmak tudják elmondani magukról. Mégis valahol van a magyar közvéleményben egy olyan várakozás, hogy mindig az olimpiai bajnokokat jegyezzük meg, róluk beszélünk. Valahol igazságtalan a közvélemény, ezt be kell lássuk. De hozzászoktattak minket a sportolóink a sikerhez. Valószínűleg ez a magyarázat a Szilárd. Persze az is érdekes, hogy ugye a futball Európa-bajnokságon helyén tudtuk kezelni a szereplést. El tudtuk fogadni, hogy már az siker, hogy egy olyan erős csoportban, egy bombaerős csoportban milyen szépen, tisztességesen helyt állt a magyar csapat. Ugyanez a kérdés, hogy vajon a közvélemény hogyan éli meg mindezt? Én azt látom, hogy a média nagyjából egészében most ezt a sikerképet sugallja nagyon helyesen és nagyon jól, de azért, ha olvassuk a kommenteket, a hozzászólásokat, nyilván azért megszólalnak ezek a csalódottak, akik esetleg több aranyat vártak, több érmet vártak sportágakban. Voltak olyan sportolóink, akiktől jobb eredményt vártak, és ez azért úgy meghatározta az olimpia hangulatát, és van ennek szerintem még egy magyarázat a Szilárd, hogy ugye az utolsó héten, tehát a második héte volt jóval sikeresebb, akkor született a több érmünk, és akkor kezdtek szépen megszaporodni az aranyak, és hát nem szállították időben az érmeket ilyen szempontból a magyar sportolók, tehát volt egyfajta egy ilyen csalódás érzés, ami szerintem joggal vált át most már abba, hogy helyén kezeljük, és azt mondhassuk, hogy tényleg az utolsó 25 év, az utolsó negyed század legsikeresebb olimpiai szereplése. Két dolgot is, Szilárd, feléd nézek, akkor a két dolog. Kit érzel egy meglepetés embernek a magyar csapatból, és kicsit félve, mert gondolom, hogy mi a válasz, kit tartasz a legnagyobb csalódásnak magyar szempontból, mert ezek mindig fölmerülnek, ezek a kérdések, hogy kitől vártunk jóval kevesebbet is többet sikerült neki, és ki az, akitől többet vártunk, de hát ez most nem jött össze. Hát ugye én itt a stúdióban most mondjuk a laikus közvéleményt képviselem, tehát én olyan jellegű, tehát lexikális áttekintésen, mint Zsolt rendelkezik, tehát én most nem tudok valamiféle százalékarányokba összehasonlítást végezni abba, hogy kinek milyen százalékos, vagy pedig ugye most divat például a fogadóirodák tétjei, vagy pedig lehetőségei, szorzói alapján meghatározni, hogy ki esélyes, mert előre, vagy pedig ki az, aki meglepetést hoz. Én inkább néhány egyéni példára hívnám fel a figyelmet. Például nekem személyesen, aki nagyon szimpatikus volt, annak ellenére, hogy nem aranyat nyert, hanem idézőjelbe csak bronzot, Tóth Krisztián, tehát a cselgáncsozó, aki óriási példáját mutatta meg a állóképességnek, talán, hogyha emlékeztek, vagy a kedves nézők, ha emlékeznek, ugye ott aranyponttal szerezte meg a bronzérmet, és igazából mondva egy végig kiegyenlített meccsen, tehát ahol égették el egymás energiáit, és hogy az utolsó pillanat is szinte ugyanolyan 100%-os akkumulátorral tudott küzdeni, mint az elején. Tehát nekem ő mindenképpen egy, ha nem is meglepetés, inkább azt mondanám, hogy egy kimondottan pozitív példa a küzdeni akarásból, vagy pedig az állóképességből. Tehát aki megmutatja azt, ez a példa, hogy az edzésnek a fizikai lényege, tehát az állóképesség, a rátermettségnek a kidolgozása, hogy mennyire sokat jelent, és milyen sok. Tehát és hogy milyen eredményt is lehet ebben elérni. Csalódást én különösebben nem tudnék megmagyarázni, mert
maga az, hogy valaki az olimpiai részvételi szintet teljesíti, ugye az már egy óriási siker. Tehát, hogyha mi most egy közös sportágban versenyeznék mind a hárman, és bármelyikünk részt vehetne az olimpián, akkor mi tudnánk azt, hogy az már egy siker, tehát részt venni az olimpián. Nyilván vannak várakozások, mint amit a Zsolt is mondott, ugye, tehát amik megelőzik ezeket a versenyeket. Említsük például mondjuk ugye a nagy tradíció, a siker tradícióval rendelkező férfi vízilabda csapatot, ugye? Tehát ott soha nem meglepetés az, hogy olimpiai bajnok lesz a csapat. Tehát innét lefelé számítva, főleg ugye két ilyen mondjuk úgy könnyebben felejthető meccsen a görögökkel, tehát hogy ezen ment el végső soron a döntőbe jutás. Nevezhetjük-e ezt csalódásnak? Hogyha összehasonlítjuk a lányok bronzérmével, a vízilabda bronzérmével, ugye akkor az egy kirobbanóbb, nagyobb pozitív hatást kiváltó siker volt. Tehát minden relatív, ugye? Tehát főleg akkor, hogyha csalódásokról lesz. Ez nagyon jó, amit mondasz, mert minden relatív. Ugye a vízilabdásokra gondolunk, akkor azt hiszem a legtöbben megértük már a 2004-2008-as aranyat. Ugyanez a helyzet Hosszú Katinkával is, akinél ugye megint csak három arany volt, és minden, ami ennél kevesebb, az egyfajta csalódottsággal tölthet el minket. Zsolt, te mégis mit gondolsz erről, hogy ez tényleg csak egy magyar fajta, magyar gondolkodás ez, hogy így kezeljük, vagy ez nemzetközileg is így van? Nekünk az identitásunkhoz azért hozzátartoznak a sportsikerek. Szerintem ebben van ez, hogy ennyire fontos számunkra az olimpiai siker. Talán más lélekszámban nagyobb nemzeteknél, gazdaságilag erősebb nemzeteknél kevesebb figyelem jut az olimpiára. Nekem meggyőződésem, hogy a magyar közvélemény ez egy sportszerető közvélemény. Az is tud és az is beszél az olimpiáról, aki egyébként most fanyalog és kritikus adott esetben. Én azt gondolom, hogy más országokban nem ez a helyzet. Abban teljesen biztos vagyok, hogy a szlovák közvélemény jóval kevesebbet foglalkozott az olimpiával, mint tette azt a magyar. Nekünk ebben van egyfajta tradíciónk. Minket hozzászoktattak a sportolóink a sikerekhez. Hát gondoljunk bele, Helsinki-ben 1952-ben a harmadik legsikeresebb nemzet volt a magyar, de még az én életemben Barcelonában is ott voltunk a legjobb 10-ben, 11 aranyéremmel. Utána kétségkívül jött egy visszaesés a magyar sportban, Atlanta már csak 7 aranyérem, és az éremszám is visszaesik. Ugyanis azt látjuk, hogy akkora verseny van már az élsportban, amiben egyre nehezebb eredményeket elérni. Ezt is látva kell becsülni ezt a teljesítményt, ezt a 20 érmet. Szerintem meg erőn felül teljesít a magyar nemzet, ahogy Szilárd is mondja, összehasonlítjuk a szomszédos országokkal, akár Ausztriával, aminek egészen mások a gazdasági lehetőségei. Bár hagyományosan a nyári olimpiákon Ausztria azért nem szerepel jól, inkább a téli olimpia az, ahol sikeresek. De azt kell mondjam, hogy valahol, ha helyén és tényleg reálisan kezeljük a magyar sport lehetőségeit, váltig állítom, erőn felül teljesít a magyar csapat. Úgyhogy csalódásról ilyen szempontból nehéz beszélni. Vagy ahogy Szilárd mondja, nem is érti ezt a felvetést, sajnos a magyar közvélemény pedig máshogy van kondicionálva, ezt is látni kell. És hát ha személyekről beszélünk, én nagyon egyetértek azzal, amit Szilárd mond. Nem tudok csalódni olyan tekintetben, az, aki már ott van az olimpián, ő már előzetesen egy teljesítményt nyújtott, hiszen szintidők vannak, teljesíteni kell, tehát nem kirándulni, meg nem úszkálni mennek oda a sportolók, ahogy egy-két rossz ízű kommentben ezt olvashattuk, ugyanis egy nagy létszámú magyar úszócsapat ment ki, és közülük többen nem jutottak a döntőbe, de hát ha már egy középdöntőben valaki jól teljesít, és akár az egyéni csúcsát megközelíti, az is már egy megsüvegelendő teljesítmény. És sok ilyet látunk egyébként a magyar válogatottban. Úgyhogy szerintem egy nagyon kényelmes helyzetben vagyunk, sportnagyhatalomként tekintünk saját magunkra, és ehhez szabjuk a várakozásainkat, ami néha túlzó várakozás szerint. Így van, csak hogy lássuk, hogy bocsáss meg, hogy ehhez egy gondolatot hozzátegyek Zsolt szavaihoz. Tehát azzal viszont tökéletesen egyetértek, tehát hogy a magyar nemzeti identitásnak azt hiszem, hogy tehát ezt nem is kell szintén megkérdőjelezni, teljesen része, nagyon határozott és hatásos része a sportsikereknek a mondjuk úgy állandó hajtóereje. Vegyünk egy konkrét példát. Ma, amikor ez a beszélgetés fölvételre kerül, hétfő van, egy nap
nappal vagyunk az olimpia záró napja után. Hogyha összehasonlítjuk a mai hétfői szlovák nyelvű szlovákiai sajtót, illetve a magyarországi magyar sajtót, vagy akár a, mondjuk a határon túli magyar sajtót is. Tehát a szlovák sajtó már csak emlékként kezeli az olimpiát, egy kis hírfoszlányokkal meg volt a záró ünnepség hasonló, de valamiféle boncolása, akár pozitív, akár negatív értelemben a sikereknek, sikertelenségeknek, ugyanúgy, mint más nagy sportesemények után nagyon gyorsan lecseng. Tehát ez is mutatja mondjuk a két nemzet mentalitása, ha lehet ilyenről beszélni, vagy identitások közti különbséget, hogy mennyire része például mondjuk egy világra, vagy pedig egy olimpiai óriási siker, és hogy mennyire marad meg az embereknek a köztudatába. Úgyhogy ezt teljesen én is kihangsúlyoznám. Tehát ha megnézzük pusztán számokba, itt már Zsolt elmondott több statisztikát, én a nemzetközi összehasonlítást tennem. Ugye ismét Amerika nyerte az éremtáblázatot, 39 arannyal, nagyon jól finiseltek az utolsó napjuknak, köszönhetően megelőzték Kínát. Ugye most már több olimpia óta ez a kína-amerikai csatát figyelhetünk meg. Harmadik helyen japánok végeztek, akik tudjuk, hogy otthon voltak, igaz, hogy egy nagyon nehezen megrendezett olimpiáról volt szó, nézők nélkül, halasztással, komoly anyagi kihívásokkal. Azért lehet, hogy mi is tapasztaltuk azt, hogy nekik lejtett egy kicsit bizonyos sportágokban a pálya. Majd ott vannak a brittek, ott van Oroszország, tehát csupa nagyhatalom. Jó társaság. Jó társaság, ez az első öt. És ha most említettétek a cseheket... Mondjuk úgy az első 15. Így van, első 15. Mögöttünk végeztek a csehek is, akik jóval több anyagi forrást fektetnek a sportba, mint Szlovákia. És ha Szlovákiát megnézzük, akkor 1-2-1, tehát egy arany, két ezüst és egy bronzzal az 50. helyen végzett Szlovákia. Egy nagyon kis küldöttséggel, relatíve ez is sikernek nevezhető ehhez képest, de tényleg... És akkor itt említsük meg felvidéki vonatkozását is az egyik szlovák éremnek, konkrétan az utolsónak, a bronzéremnek, ugye a négyes kajakban két komáromi versenyző is ült, ugyancsak komáromi edzővel, tehát ez van felvidéki vonatkozása is. A lövénél Varga éppen, hogy csak lemaradt az éremről, párosban. Mit gondoltok egyébként a szlovák teljesítményről, Szilárd? Én azt gondolom, hogy tehát amit ugye mondtál, hogy Szlovákia érem táblázaton a 50. helyen végzett, szerintem ez egy reális helyezés. Tehát a Szlovákia nagyságára, népességére, gazdasági teljesítményére. Ugye mindig fontos megemlíteni a gazdasági teljesítményét egy országnak, mert ugye ezért ezek a sportok, tehát ezen a szinten, ahogy csinálják, ezek nagy részt, nem azt mondom, hogy csak, de nagy részt anyagi kérdések és edzési lehetőségek, edzőtáborok, külföldi edzők, hasonlóknak a kérdése. És én úgy gondolom, hogy Szlovákia 50. helye, illetve ezek az érmek, amit megszerzett, ez nagyon reális a Szlovákiának a világba betöltött helyéhez képest. Tehát megint csak visszatérnék, de nem akarnám már újból ragozni, tehát az, hogy Magyarország mennyire fölötte van annak, amit az előbb említett mutatók alapján elvárhatónak lehetne mondani az érmeket illetően. Tehát így, ahogy ezzel a felvezetéssel ugye úgy tudom folytatni, hogy szlovák szempontból nem lehet elégedetlen se a közvélemény, se a sportvezetés. Ugye volt egy nagy meglepetés a golfozónak, a Rory Sabaténinek az ezüstérme, amivel tehát a golf társadalom se valószínűleg nem számolt. Én egy picit meglepődtem a fogadtatásán ennek az ezüstéremnek, tehát ez is egy nagy különbség, ugye például mondjuk a média hozzáállását illetően. Tehát, hogy mindjárt az első nap, tehát az ezüstérem után azzal kezdték a szlovákiai lapok a beszámolóikat, hogy hol van már ez a Sabatini a világranglistán, tehát, hogy senki nem számolta, de nem abban az értelemben tálalták ezt az ezüstérmet, hogy micsoda nagy siker, annak ellenére, hogy már nem számolt vele senki, hanem inkább egy ilyen leíró módon, tehát úgy leíró, hogy akit leírnak már az ócskavasba, hogy most ez az ember hogy most ezüstérmet nyert. Másnap már a tetoválását elemezték, hogy ez milyen fasiszta szimbólumokat tartalmaz, és igazából ez is egy érdekes hozzáállás, és Zsolt, rád nézek, hát a szlovák
média érdekesen áll hozzá ezekhez a dolgokhoz, miközben tegyük hozzá, hogy a szlovák sport modernköri történelmében éppen a honosított sportolók hozzák a sikereket. Tehát már volt egy birkózó bronz, és hát a téli olimpiákat nézzük, akkor Kuzminának a 3 arany és 3 ezüstjét valószínűleg néhány évtizedig nem fogja megjavítani téli olimpián, biztosan szlovák sportoló. Igen, ez egy érdekes felvetés, amit a Szilárd mond, hogy hogyan fogadja a szlovák sajtó a sportsikereket. Megint csak abból tudok kiindulni, hogy igazából a szlovák közvélemény nem szokott hozzá ezekhez a nagy sportsikerekhez, bár azért itt is volt bizonyos várakozás, mégpedig a kajak szlalomban, ami ugye a hagyományos szlovák sikersportág a nyári olimpiákon, és hát ott ugye Jakub Grigar mentette meg a becsületét a szlovák küldöttségnek, azzal az ezüstérelmmel, amit sikerült megszereznie, hiszen a többi versenyző nem hozta tőle elvártat, vagy a tőle reméltet. Úgyhogy igazából ilyen rossz íz akár a szlovák közvélemény is jellemezhette volna, de még egyszer mondom, mivel nincs ekkora fajta nyomás a szlovák sportolókon, ez véletlenül nem is így élte meg a küldöttség, ahogy egy-egy magyar sportoló, hanem az elvárásnak megfelelően teljesít. Ami pedig a honosított sportolókat illeti, hát azt gondolom, hogy ez a jövője valahol a következő olimpiáknak egy megszokott jelensége lesz. Már a magyar csapatban is láttunk ugye erre most példát, a szabadfogású birkózásban az egyébként dagesztáni születésű Muszukájev Iszmail szerepelt. Oroszországban valamiféle nézeteltérése volt a szövetséggel, és magyar színekben indult. Ami nekünk annyiban jó hír, hogy a párizsi olimpián már a kötött fogású program nem kerül megrendezésre, és hát szabadfogásban viszont lehetnek akár ilyen módon indulóink. Ez egyébként egy nagyon érdekes dolog, bocsánat, hogy a szabadba áll, hogy egy ilyen klasszikus sport nem, ugye? Mint a kötött fogású birkózás. Tehát ugye azt lehet mondani, hogy ókori olimpiák. Igen, ez a görög-római stílus. Görög-római stílus. És a médiának ugye olyan hatása van, tehát hogy azok a sportágok, amik nem mondjuk úgy látványosak, vagy pedig nem lehet annyira marketing szempontból értékesíteni ezeknek a műsoridejét, hogy ezek kikerülnek annak ellenére, tehát a tradíciójuk, a történelmi hátterük ellenére ki tudnak kerülni az olimpiának a programjából. Hát azért vannak itt nagyon érdekes vonatkozások, látjuk azt, hogy a vívás területén is, ami megint csak egy magyar sikersportág, láttuk, hogy a kajakkenuba hogyan próbálták ezt mondjuk már néhány olimpiával ezelőtt is efelé elmenni. Ugyanez a szlovák sikersportágnál, ugye a vadvízi kajakkenunál is megnyilvánult, de hogyha belegondoltok is, akkor még zárásként azért szeretnék egy ilyen nemzetközi kitekintést is. Péter, egy gondolatot engedj még meg a sportágakkal kapcsolatban. Viszont egy negatív példa, tehát olyan szempontból, hogy ahol a maga a sportág egy nagy kérdőjel, az a foci, az olimpiai focitorna. Tehát, hogy erre én lennék kíváncsi, hogy nektek mi a véleményetek. Tehát, hogy az olimpiai focitorna annyira alacsony népszerűséget, figyelmet vonz, akár a sajtó, akár a sportszerető közönség részéről, hogy van értelme a focit az olimpián foglalkozni a fociba. Tehát szerintem, amikor kiesett, most én fejből nem tudok pontos eredményeket, ugye ez is mutat már valamit, tehát Németország vagy Spanyolország, hogy játszott. Senki, hogy is mondjam, még csak a hírek utolsó sorában se volt róla szó. Igen, tehát a döntő brazil-spanyolról kevés szó esett, szükséges, hogy ott legyen, és jó is, hogy említett, tehát hogy most gördeszkázás ott volt. Láttunk olyan sportágokat, és most itt néztem a statisztikákat, tehát olyan sportágokat nem is tudtam, hogy jelen olimpián láthattuk, pedig azért közvetítéseket igyekeztem követni. Ha belegondoltuk, a legidősebb és a legfiatalabb éremszerző között 50 év van. 12 volt a legfiatalabb. Igen, és 62 a legidősebb, míg az 53 éves volt a azt hiszem lovaglásban, vagy 52 a legidősebb aranyérmes, és 13 és 330 napos a gördeszkás hölgy, aki a aranyat szerzett. Tehát ilyen statisztikák is vannak, és tényleg most már olyan olimpiai merítés van, hogy nagyon sok sportágban. Kérdés az, hogy tényleg most focira szükség van. Hát azért, hogy ott legyen, szükség van.
Kérdés... Péter, ha megengedsz volna még egy gondolatom a focihoz, ugye ezen látjuk leginkább, hogy hogyan válik szét az amatőr és a profi sport. Ugyanis az olimpia eredetileg az amatőr sportolóknak volt a színtere, még az újkori olimpiák hajnalán ki is zártak sportolókat, vagy ki is zártak küldöttségeket, hogyha profik voltak, tehát abban az értem, hogy ebből éltek anyagilag, és ebből éltek. Míg nem most ott vagyunk, hogy gyakorlatilag a versenysport elképzelhetetlen olyan, hogy professzionális legyen, tehát életvitelszerűen azért sportoló azzal foglalkozzon, ami a sporttal függ össze. És hát látjuk, hogy a futballban éppen nem a legerősebb összeállításban jutnak ki oda a nemzetek, vagy képviseltetik magukat a nemzetek, és hiányoznak a nagy sztárok. Tehát egy-egy fontosabb kupamérkőzés nagyobb figyelmet kap, mint akár az olimpiai focitorna döntője. Szerintem ebből adódik, hogy hiányoznak onnan a nagy nevek, a sport ászai. Tehát, hogy nem a reális erőképviselő. Igen, csak valahol ugyanakkor meg... még őrzi az olimpiák tradícióját ilyen módon a labdarúgó torna. Persze a realitása, és sokkal inkább közelebb áll a valósághoz az a felvetés, amit mondasz, hogy van-e ilyen módon helye, vagy meg tudja állni inkább. Úgy van-e értelme? Is. Tehát én nem látom különösebben az értelmét. Nyilván ez a FIFA és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság közti megegyezésnek az eredménye, hogy a futottak még, tehát statisztikai szempontból legyen jelen az olimpián a foci, de hogy nézők szempontjából, vagy pedig valószínűleg a teljesítmény szempontjából van, vannak jó teljesítmények, de nézői szemmel, tehát teljesen érdektelenségbe fullad. Nyilvánvaló, hogy például, ha már profikról és amatőrökről beszélünk, nyilvánvaló, hogy a teniszben is nincs akkora rangja, tehát ha valaki megnyer egy Wimbledoni tornát, annak nagyobb rangja van, mint az olimpiának, miközben azért olimpia csak 4 évente van, és ugyanúgy kieséses szakasz van, tehát nehéz. Láttuk azt, hogy Djokovic és hogyan kiborult, hogy végül is döntőbe sem jutott. A jelenlegi legjobb formából élő teniszezőről van szó, de még, ahogy említettem, egy utolsó dolgot. Vége van az olimpiának. Annak az olimpiának, amiről azt gondoltuk, hogy nem is biztos, hogy sor kerül erre az olimpiára. Alig fél év múlva lesz egy újabb, egy téli olimpia. Hogyan látjátok, milyen volt ez az olimpia úgy a világ szempontjából, a koronavírus árnyékából, Szilárd? Hát egy szóval tudnám ezt megválaszolni, hogy ez egy különös olimpia volt. Tehát maga ugye már neve ennek az olimpiának ott Tokió 2020, amire 2021-be került sor, hogyha ennek valaki majd évtizedek vagy évszázadok után utána keres esetleg, akkor nyilván rájön, hogy ez a különössége, hogy miben nyilvánult meg. Azért ki szeretném használni a lehetőséget, és a téli olimpiai, illetve a nyári olimpiai között azért megemlíteném, hogy augusztus 24-én kezdődik a paralimpia szintén Tokióba. És tehát én itt is elmondanám, hogy a médiának ebbe is úgy érzem, hogy van bizonyos fajta felelőssége. Tehát az, hogy a paralimpiát annak ellenére, hogy amit előbb mondtunk, marketing, nézői szempontból valószínűleg nem mozgat meg akkora tömegeket, mint a nem fogyatékkal élőknek az olimpiája, ami most zárult le. Tehát, hogy én bízom benne, hogy a mi lapunkban is meg tudunk erről majd emlékezni, tehát a paralimpiának a sikereiről, mert hiszen azok a sportolók ugye abba különböznek csak a most lezárult olimpián részvevő sportolóknak, hogy van valamiféle fogyatékuk. Zsolt. Igen, és tegyük hozzá, hogy hagyományosan a paralimpián is jól szerepel a magyar küldöttség, már ennél is inkább megérdemlik a figyelmet, kitüntetett figyelmünket majd. Tényleg különös volt ez az olimpia, hiszen a japán közvéleményen múlt volna, akkor meg sem rendezik. Éppen a közelmúltban az utolsó fölmérések még azt mutatták, hogy a japán társadalom döntő többsége elutasítja az olimpia rendezését. Ez nyilván összefüggött a koronavírus járvánnyal, ami éppen most robbant be a következő hulláma, vagy éppen aktuális hulláma Japánban. És viszont hozzá kell tegyem, hogy én sportszeretőként vártam ezt az olimpiát, tehát számomra egy nagy hiányérzetet jelentett volna, ha bármilyen okból elmarad. És azt gondolom, hogy világszerte sok százmillió ember gondolta így. Azt azért ne felejtsük el, hogy nem a mi igényünk döntött a rendezés mellett, hanem az üzleti érdek, ami persze meghatározó volt, ugyanis óriási veszteséget jelentett volna a japán szervezőknek. Egyébként így is veszteséget jelent, hogy nézők nélkül rendezték, de hát nyilvánvalóan azért a bevételek a televíziós közvetítéseken keresztül azért pótolják némileg ezt a kiesést. És hát ugye látunk egy olyan jelenséget, és talán még ezzel zárnám,
hogy egyre nagyobb terhet ró egy-egy nemzetre, egy-egy országra a szervezés kiadás szintjén, anyagi szinten, és egyre inkább a gazdasági nagyhatalmaknak a kiváltságává válik a rendezés. Mondom ezt fájó szívvel magyarként, hiszen ne felejtsük el, hogy éppen Magyarország az, amely a sikeres sportnemzetek közül egyedülként nem rendezett eddig olimpiát. Tehát ez egy örök kérdés, hogy vajon lehetősége lesz egyszer beváltani a budapesti olimpia álmát. Én nagyon bízom benne, hogy ezt még megérem, de a realitás azért nem e felé mutat. Egyre nagyobb és nagyobb kihívás olimpiát rendezni. Ugyanis egyre inkább az üzleti érdek dominál sajnos a sportszellem fölött, és hát ennek látjuk azért példáit. Miközben mi önfeledten örülünk a sikereknek, a sportsikereknek, azért azt is látni kell, hogy milyen érdekek döntenek, vagy milyen érdekek mentén döntenek, hogy milyen sportágak kerüljenek egyáltalán az olimpia napirendjére, műsorára, és hát itt bizony az üzleti megfontolások vannak. Bízunk benne, hogy sokáig látunk még vívókat, kajakozókat az olimpián, hogy csak a legsikeresebb sportolóinkat mondjuk, vagy akár az öttusát, ami szintén veszélybe került, azért tegyük hozzá. Úgyhogy átalakulóban van azért az olimpiai mozgalom, és nem biztos, hogy minden szempontból jó irányba. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Önöknek, hogy megnézték ezt a videót, és azt is, hogy az elmúlt több mint két hétben a mahét.sk-n és a Magyar Hét lap hasábjáim is követték az olimpiáról szóló tudósításainkat, cikkeinket. És azt kívánom önöknek, hogy további sportélményekben gazdag nyár, majd ősz várjon ránk. Bízunk benne, hogy magyar sikereknek örülhetünk, és azt is remélem, hogy legközelebb is velünk tartanak a szurkoló adásában. A viszontlátásra!